Hát én először is nagyon hálás vagyok a sorsnak azért, hogy a Vigadó 150. évfordulóján a vidéki kis életkavicsaimat felhozhattam ide. Mondom kavicsok, hiszen 45 éve faragok és tanítok. És tulajdonképpen 70 év az már olyan, amikor az ember összegezni próbál. Ez a kiállítás egy összegzés. És tulajdonképpen ezért olyan sok szín van ebbe a két terembe, hogy használati tárgyak vannak benne, szobrok, amelyek végül is az én gondolataimat, a gyökérhez való kapcsolódásomat próbálják kifejezni. Tehát a rönk a számomra éppen ezért egy olyan fajta lehetőség, egy olyan fajta kifejezési forma, amely egyrészt szobor is, másrészt pedig hát bútor is, hát idegen szóval ezt ilyen funkcionális plasztikának hívják. De nem nagyon szeretem ezt a szót. De az a legfontosabb, hogy a lehetőségei a rönknek az, hogy meghagyja az ember a természetességét, és a természetességen belül vannak lehetőségei, és hogyha netalántán egy laikus ember ránéz ezekre a dolgokra, és akkor azt mondja, hogy hát ez biztos így találta, akkor az azt jelenti, hogy nem sikerült elrontani. Tehát megadhattam azt a természetességet, vagy például ez a pad, amelyik itt láttok, az pedig hát teljesen olyan, mint egy marhacsont, mint egy marha lábszárcsont lenne. Csak egy óriási, 2,5 mázsa. A sokszínűségét szerettem volna ezáltal még megmutatni a népművészetnek, és hát tulajdonképpen ezek a bútorok, vagy éppen a szék történeti kiállítás, amely az egyik interiőrje a kiállításnak, ott is a székek sokszínűségét szerettem volna bemutatni, mert vagy éppen a székely kapu, amelyet itt ebbe a térbe nehezen tudtam volna felállítani, 3 méter 80 centis. Éppen ezért úgy gondoltam, hogy a székely kapunak a lelke a tükre. A tükör az pedig a gyalogkapu alatt, fölött lévő rész, ezért mindenképpen két ilyen tükröt hoztam el. Az egyik egy gyönyörű életfás motivum, a másik pedig hát azért hoztam el, mert március 15-e előtt egy nappal nyílt meg a kiállítás, így úgy gondoltam, hogy talán egy Kossuth címerrel díszített tükör választok ki. Hát körülbelül olyan 2000 székely kaput láttam, vagy néztem meg azért, abból válogattam ki ezt a két szimbólumot is. A kiállító térnek a központjába pedig Máriát tettem. Mária tulajdonképpen Matróna Hungária, tehát az ez azt szolgálja, hogy nélküle, tehát tisztelet neki, amiatt, hogy ahogy még 1100 éve itt még együtt vagyunk, ezt neki köszönhetjük, hiszen István király is neki ajánlta fel a koronát, ezért van ez a szimbólum is itt, ezért jelenik meg. Amielőtt itt állok, éppen egy szkíta szimbólum, turáni ornamentikából kialakított szkíta szimbólum, amely egy életfa szimbólumból a naphoz felvezet, és a nap kellős közepén az élet magját a griffmadarak őrzik. És előtte pedig egy trónus van, amelyet a szarvasok
ból alakítottam ki. Ez azért gondoltam, hogy a kimenő ember ezt a két trónust kapja, közrefogja a Lükő Gábor bácsi által rajzolt, de senki által még meg nem faragott ősi kunkapu, amely bikaszarvú kunkapu. A bikaszarvak azok a legősibb védő szimbólumok. És hát mivel én a hajdúságból jöttem, a kunság széléről, úgy gondoltam, hogy ezt a gyökeret próbálom igazán először megmutatni. Nádudvaron létrehoztam egy kézműves szakiskolát, és 15 évig voltam annak a művészeti vezetője, és hát az egyik alkalommal gondoltam, hogy egy ilyen nemes sátort meg kellene, el kellene készíteni, és Vidák István és Nagy Mária ismeretségéből egy kirgiz sátorépítő embert hoztunk el, és a diákokkal, illetve a mesterekkel együtt elkészítettük ezt a nemes sátornak a vászszerkezetét, majd kimentünk a Hortobágyra, Kun Péter türkológusnak a tanyájára, és ott lóvontatással, ősi technikával megcsináltuk a palástot. Ez azt jelenti, hogy egy hengerre fel van csavarva az előkészített nemez, és a talaj egyenlőtlenségekkel ütődik tulajdonképpen, és tömörül maga az anyag, azáltal, hogy a ló maga után húzza. Ezt még Mongóliában is így készítik mai napig is. Ezért akartam, hogy autentikus legyen. Utána viszont azt mondtam, hogy most a mesterek és a diákoknak abba az évben ez legyen a vizsgamunkájuk. Így a berendezési tárgyait, mind a nemezeket, a fás részeket, a kerámiát, a bőrös részt, a szövést, mind a nádudvari iskolának a tanulói és mesterei vezetésével készült. A nemes sátorban jobb oldalt helyezkedtek el a férfiak, és bal oldalt helyezkedtek el a nők. Középen a szuszék vagy szökröny van, amely a legősibb bútordarabunk, hiszen ezekben tárolták a ruháikat, hiszen ezeket fel lehetett málházni a lovakra, és így tovább lehetett vinni. Egész sátornak az a hihetetlen nagy előnye, hogy össze lehet csukni, illetve szét lehet nyitni, és ezáltal így lehet végül is egyik helyre a másikra vinni. Ez a sátor ezáltal a magyarok számára a nyári szállást jelentette. Mindenképpen szerettem volna a honfoglaláskor világát is ide hozni. Baloldalt egy áldozati helyet hoztam létre, egy ágas fából. A pusztában lévő áldozati helyhez odaérkezik valaki, akkor egy kavicsot a saját halottainak a tiszteletére letesz, viszont az isteneknek a megbékítésére szalagot tűz. Jobb oldalon viszont mindenképpen szerettem volna, hogy egy honfogláskori viseletben jelenjen meg egy férfi, illetve egy nő, aki hát egy megint másik szimbólum előtt, a szarvas szimbólum előtt áll, megint amiatt, ugye, hogy a honfoglalásunkban ez nagyon fontos, itt a szarvas vezetett el bennünket a Kárpát-medencébe. Tehát ez is egy ilyenfajta áldozati hely, vagy őseire való emlékező hely. Mögötte pedig egy nagyon ősi grafika, amit találtam, a Pun anya. A Pun anya a turulmadárnak azon részén van megfogalmazva,
ahol a lelke van, és ott egy ilyen állíthatós szülőszékben ül, és szül. És ezt megint a mondáinkban nagyon fontos állat, a két szarvas várja. Ez az, ami miatt én ezt nagyon szerettem volna, hogy elhozzam ide, illetve a vetítőben lévő filmeket, amelyeket végül is a rendelkezésre álló időben az ide látogatók megnézhetnek. Nagyon-nagyon nagy dolog az, hogy a népművészet, amely a nemzeti műveltségünk alapját képzi, megmutathatja magát. A gyökerekbe táplálkozva létre lehet hozni egy olyan tárgykultúrát, és létre kell hozni egy olyan tárgykultúrát, amelyet a 21. század ember a mindennapjai beépíthet. Ez a legfontosabb feladat. Szerintem nem csak számomra, hanem most a népművészettel foglalkozó bármilyen kézművesek számára.